Sziasztok! Köszöntelek titeket a Brill Bird első videóblogján. Ungár Katalin vagyok, aki nem ismerne, és ugye elérkezett a nap, hogy lemenjünk Kerekegyházára, a Brill Bird Nail Camp-re. Ilyenkor én mindig nagyon izgulok, akárcsak mondjuk, mikor egy nemzetközi tréningünk van, hogy minden jól sikerüljön, hogy jó legyen a szervezés, hogy mindenki elégedett legyen. Úgyhogy ez most is így van, remélem minden rendben lesz, abszolút időben fogunk leérni. Ahogy ez szokásos, most is ez egy ilyen nemzetközi tábor lesz, lesz nagyon sok olaszlány, ott lesz a görög viszonteladónk, Viki, illetve ő is hoz egy görög lányt, illetve a holland viszonteladónk Karola is három fővel érkezik. Most éppen értük megyek az Ó utcába. Onnan fogunk indulni le a táborba. Azért, ugye viccelődtem, hogy egy kis nyomásra csinálom meg ezt a videoblogot, ami annyiban igaz, hogy tényleg a marketingesünk Kriszta ötlete volt, illetve hát ti is ugye megszavaztátok, hogy szeretnétek ezt, de ha nem tartanám jó ötletnek, nem csinálnám meg. Azt gondolom, hogy tényleg ez a videoblog, ez egy ilyen nagyon jó műfaj, semmi mással nem lehet ennyire jól bemutatni egy adott témát, mint egy ilyen videó és beszélgetés kombinációjával. Úgyhogy ezért csinálom meg, aztán majd meglátjuk, hogy ha tetszik nektek, akkor maximum máskor is lesz ilyen más témában is. Úgyhogy a lényeg, hogy akkor elindultam. Nagyon szurkolok azért is, hogy 4 óriás bőrön beférjen majd a csomagtartóba, amit most éppen esélytelennek látok, de ha nem fog beférni, akkor is megoldjuk, hogy azok is lejussanak majd a táborba. Majd még bejelentkezek. Ami szerintem szuper jó lesz, és amit mindenféleképpen meg akarok csinálni, az, hogy lássátok, hogy tényleg egy ilyen tanyára megyünk, de mintha a paradicsomba érkeznénk, egy földúton fogunk bemenni a szállás helyre. Ami egy picit ijesztő, illetve elsőre sikerült is eltévednem, mikor először vittem ugyanúgy ezt a holland brigádot a táborba. De reméljük, most nem fogok eltévedni, bár tegnap már fenyegettem őket, hogy ha túl korán érnénk oda, én simán eltévedek nekik megint. Szóval, hogy egy földúton érkezünk, ahol ilyen lovak, meg másik tanyák mellett haladunk el, de majd meglátjátok, hogy maga a szállás, az szerintem tényleg egy csoda, akár pihenni is egy szuper hely, gyönyörűek a szobák, úgyhogy majd csinálunk room tour-t, és ezt is Krisztától tanultam, így hívják, amikor a szobákat is bemutatjuk, úgyhogy jelentkezem még, sziasztok! Na, hát nem hiába tartottam én ettől a dologtól, hogy mi fog beférni az autóba, illetve mi nem. Mert megérkeztek a drága vendégeink, és egy embernek sikerült beraknom a csomagját, de ez mind. Úgyhogy szuper, megoldjuk valahogy. Hello! Na, hát akkor el is indulunk. Sikerült berakni egy csomagot, illetve másfelet, úgyhogy de előre gondolkodtam, úgyhogy lesz, aki elviszi, és akkor jelentkezünk még most már tényleg Kerekegyházáról. Igen. Na, most már a semmi közepén megyünk, és majd ha odaértünk, akkor megmutatom, hogy mennyire gyönyörű helyre lehet kiukadni, miután végigmentünk ezen a köves úton, és szétváztam mindenkinek a hátsóját. Na, meg is érkeztünk. Minden csendes, minden gyönyörű. Most egy kicsit megpróbálom itt körbe mutogatni nektek. Itt van a medence is. Az, hogy a mai medencepartink meg lesz-e tartva vagy sem, az még kiderül, de a héten biztosan valamikor ebben is megmártózhatunk. Illetve van itt trampolin,
Minden, amit csak szeretnénk. Ugye először a sablonfelhelyezést gyakorolják a lányok. Mindenki kapott egy ilyen kis papírkát, amire rá tudják rajzolni, hogy hogy kell a különböző sablonokat felhelyezni. És akkor mindenki gyakorol gőzerővel. Az oktatók pedig ugye járnak körbe is segítenek. Gondoltam, sétálok egy kicsit, míg a többiek a sablonozást gyakorolják. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Mutatok még egy-két dolgot, de amit most megláttam, remélem sikerül megfordítani a kamerát. Nézzétek csak! Nagyon-nagyon hangulatos tényleg az egész, minden ilyen nagyon nyugodt, minden zöld. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg szuper helyen vagyunk. És ugye mutattam már, hogy van medence is. Ezek azok a kis házak, amiben ugye mindenki el van szállásolva, kétágyas szobákban. És majd szerzek egy kulcsot is, mondjuk lehet, hogy a Laki Zsuzsitól elkérem. És akkor körül tudunk nézni, hogy hogy is néz ki belülről egy-egy ilyen szoba, mert azt gondolom, hogy az is hihetetlenül gyönyörű. És akkor most következik az a bizonyos room tour, azaz megnézzük, hogy hogy is néz ki egy szoba itt a táborban. Azt gondolom, hogy nem csak a képzés maga szuper jó, és nem csak a hangulat az, amire azt mondom, hogy kihagyhatatlan, hanem tényleg, hogyha már a pihenésről van szó, akkor nagyon kellemes helyen, kellemes szobákban tudunk pihenni. Meg is találtam itt a 11-es szobát. Ez az, amiben most a Laki Zsuzsi és a Niki laknak. Illetve ez a szoba lesz, amit majd én is szépen elfoglalok, hogyha lejövök a nélártos napra, és akkor végig fogom fordítani. Ugye belülről is nagyon-nagyon szép ez a szoba, igazán elegánsan van berendezve, kényelmes ágyakkal, és akkor természetesen a fürdő is. Úgyhogy kellemes körülmények között pihenhetnek majd a lányok, hogyha vége az adott napnak, ami nem most lesz, mert szerintem este 9-ig legalább gyakorolni fognak.